Itt is van újra, srácok, az Astro. Ez, aki esetleg nem tudná, hogy mi ez, ez a tech demója a PS5-nek. A kontrollert maxosan kihasználja. És... kicsit lejjebb halkítjuk. Aha. Még a kontroller is muzsikál, ezt majd be kell állítanom, hogy ne tegye. Tök menő. Szóval ez a tech demója a PS5-nek, meg a DualSense kontrollernek, és hát egy abszolút jó játékba gyúrták össze. És ez egy olyan játék, ami szerintem megérdemli a platinát, és nosztalgikus azoknak, akik már régóta részesei a PlayStation-ös konzoloknak. Megpróbálom lehalkítani a kontrollert, elvileg így kell. Hát gyakorlatilag nem biztos, egy pillanat. Bocsánat. Vezérlő hangszóró. Jó. Nem. Mindjárt megtalálom, esküszöm. Hang. Á, hát nem a kontroller szólt, srácok. Nem jöttem rá, hogy mi az, ami szól. A monitor. A monitor elkezdett szólni magától. Hát látszik, hogy ezt a monitort már rég használtam. Jó. Tökéletes. Jaj, na nézzük, mit írtatok a játékkal kapcsolatban. Ha ez a PS5 Astro's Playroom lesz, annak az introját nagyon imádtam. Hát ez az. Szépen karcolom. Igen, a PS4-en ilyen VR demos dolog volt. Nekem az rémlik, mi úgy, igen. Ti is jártatok már így, hogy a monitor elkezdett szólni? Az a helyzet, hogy az LG monitor, ami nálam volt, az, ha jól tudom, nem tudott, nem volt hangszórója. A monitor, amin szoktam játszani, az az Asusos, rogos monitor, annak sincs hangszórója, viszont ez a 10 éves Asus monitor, amit most beraktam ide, mert ez volt a legegyszerűbb, hát ennek még van hangszórója, és nagyon meglepett, hogy így szól. Na, srácok, én ezzel már játszottam korábban, és hát elég sokáig eljutottunk. Ha itt megnézitek, egész sok minden be van gyűjtve. 83%, szóval... Már nem sok mindent tudunk itt csinálni, de azért még mindig lehet dolgokat összeszedni. És mivel van PS Plus előfizetésem, ezért... Az én vagyok egyébként, aki forgatom a kontrollert, csak mondom. Így. Meg így. Meg így. Szóval mivel van PS Plus előfizetésem, ezért feljönnek ezek a kártyák is itt, hogy itt vannak a tippek, hogy ajaj, elszkippeltem. Tehát, hogy hol és mit kell csinálnom? Ó, itt pont az SSD-n vagyunk. Na, itt van. Ez az ikon azt jelzi, hogy játék súgó érhető a célkitűzéshez. Találd meg a szint összes puzzle-jét, gondolom én.
Ja, és akkor nekem már csak ez hiányzik ezek szerint? Jó. Akkor ez jó lesz. Szia, Kerosz! Üdv mindenkinek, srácok! Most szokatlan lesz nektek egy kicsit, mert mondhatni középre fogok nézni. Így. De hát ez egy ilyen különleges stream. Ups. El kell kapni a buksiából a kiálló kábeleket. Ha? Így. Nagyon jók voltunk. Hát az a gond, hogy a mechanikák itt van, hogy is hívják? Hú, elfelejtettem, de a DMC-s. Hú, hogy hívják őt? Srácok. Dante. Itt van Dante. Ott nyomja. Mennyire epikus már, nem? Skacok. Na ezért is jó ez az Astros Playroom. És kilőttünk egy ilyen kontrollert, ilyen VR-os kontrollert. Vagy Nero? Ne. Ne. Skont. Nagyon kell figyelnem. Nehogy eltaláljanak. Tehát itt no hit ránt kell nyomni. Az összes puzzle-t meg kell találnunk. Az a feladat. A coinokat, hogyha gyűjtöm, az jó, mert tudunk majd a bázison rollolni belőlük ilyen tárgyakat. Ugye nekem tegnap voltam 5 boldog, és mindenhol annyi választ kaptam, ha van-e PS5-re, hogy ja, kaptunk 10-20-at, de ennyi perc alatt el is vitték, mondom, nem viszel. Hát ez pedig ilyen coolers. Ide leugrunk azért is. Szerintem amúgy emiatt jöttünk. I love milk. Ez nem tudom, hogy ez milyen utalás, ha utalás. Ide pedig kell nekünk majd valami képesség. Ide milyen képesség kell, srácok? Azt tudom, hogy meg fogjuk majd kapni később. De hogy ezt most egyelőre nem tudjuk kihúzni. Majd ide vissza kell jönnöm, nem? Értelen, el sem tudom, hogy ezek a zűrhajók, ezek milyen mutatások. SSD, ott meg egy fekete lyuk. SSD, ez szerintem egy checkpoint lesz. Hát ő nem tudom, mit akar. Ujjjj, baj van. Meg kellett fújni a mikrofonját a kontrollernek. Jézus! Ott van lent a kis kockánk.
És oda szerintem vissza kéne mennünk. Meghúzom, először meghúzom. Nézzük meg, mi lesz akkor, hogyha meghúzom ezt, srácok. Igen, tehát ezek akkor pontok, jól van. Aha, itt meg very big pontok. Ez sok pont? Nem figyeltem, mennyi pontunk lett. 149. És itt kell nekünk egy puzzle darab. Aha, ahogy látom az SSD résznél, innen hiányzik egy puzzle darab, de az összes ilyen PlayStation-os eszközt már begyűjtöttük. SSD... SSD... Wipeout? Az űrhajók az Wipeout-os utalás? SSD... Jó. Ez hiányzott vajon? Nem, 3x4, úgyhogy nem ez hiányzott. Jó. Oda tuti, hogy vissza kell valahogy mennünk. Vagy ott robbantanunk kell? Jó, hát én ezt értem, hogy ezt ki kell húznom, de hát, hogy ott azt a kockát, azt hogyan tudjuk meg... Aha, ezzel. Akkor most kell visszamennünk. Nagyon jó egyébként a kontroller visszajelzése. Ó, igen! Aha, tehát ez csak coin volt, jól van. Tehát akkor ez csak coin volt, semmi extra. Szia, Sina, üdv mindenkinek, srácok. Nagyon jó érzés egyébként az ezzel a kontrollerrel, hogy így... lehet érezni, hogy mi az, amin éppen megyünk. Hát amúgy a lövés is brutál jó. Ahogy így... Our modest fellowship expands. Praise the sub. Talán már ezzel a kamerával jobban át tudom nektek adni. Tehát, hogy nem öreg vagyok és remeg a kezem, hanem hogy ilyen a visszajelzés. Fókusz. Mr. Fókusz. Nem baj, szerintem azért átjön nektek a dolog. Természetesen így is le lehet nyomni, de hogy alapvetően ez a visszajelzés. Hát ez amúgy hivatalosan nem lehet azt mondani erre a DualSense controller, hogy ez rezeg, mert ebben nincsen rezgő motor. Szóval, ha van lehetőségetek, mindenféleképpen próbáljátok ki egy ilyen kontrollert. Vagy nyerjétek meg! You have returned. Visszarúg, mint a sivatagi sas. Jó, ez tetszett ez az utalás, Bredo. Ez tetszett. Laf, hát köszönöm szépen az 50 hónapos... támogatásodat, mint feliratkozott vadász. Srácok, peregjenek a szövegek Laftnak. Ne kíméljétek a chatet. Tudunk ilyet csinálni? Sose próbáltam még chaterinóból. Ez nem megy chaterinóból. Jó, akkor elővarázslunk egy ilyet. Egy Twitch chatet. Twitch chat. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Alusták, Jézusom, mennyire lusták.
Na tessék, itt a kántálásotok. Tudom, hogy ezt akartátok. Jézusom. Ajaj. Azt hiszem, kezdek lemaradni. Szóval, köszi szépen Samans az ötödik feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen, hogy ezzel Coolers 8. hónapját tetted lehetővé, valamint Laf, nagyon-nagyon szépen köszönöm az 50 hónapos támogatásodat, és köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használd el. Neked is egyébként hasonlóan jókat és boldogságosakat. Wow, Frózi, hát köszönöm szépen a feliratkozás ajándékozásodat. Méghozzá az elsőt itt a csatornán. Köszi szépen, hogy Daniel Fate első napját lehetővé tetted ezzel. Köszi, és köszönöm szépen a beindítós, az ismételten csak beindítós 100-as csíredet, Lianna, valamint Kerosz neked a 400-as csírt. Köszi szépen, srácok. Hát akkor kántálás, még egy kántálás kell nekünk. Coolerzéknek. Így van. Megkíméljétek a csetet. És ha már itt tartunk egyébként, akkor mit is lehetne mondjuk nyerni valamit? Mondjuk egy jó Ratchet & Clank-et. Mit szóltak? Hadd szóljon, nem? Nem negyed órátok, 10 percetek van. Boldog karácsonyt oda is, Danna. Na, srácok, 10 percetek van nevezni a Ratchet & Clank Rift Apart PS5-ös verziójára, hiszen amúgy nincs is más verziója, szóval a legújabb Ratchet & Clank-re. Egy kódot fogtok kapni majd, amit majd beaktiválhattok. Tehát a mai nyereményeket így a PlayStation a stream alatt a PlayStation Magyarország biztosította. Hogyha nem tudjátok, hogy hogyan kell nevezni, kérdezzetek nyugodtan, segítünk. 10 trófába kerül a jegy, ami semmi. Bárki nevezhet, srácok. Ez egy PS5-ös játék. A Ratchet & Clank nekem nagyon-nagyon tetszett annó. Nem fejeztük be, de sort kerítünk rá, mert az a játék megérdemli, hogy végigjátsszuk. És köszönöm szépen egyébként a támogatásaitokat, ismételtem. Hát igen, hogy olvassátok el, hogy mit ír a bot, és hogyha valami nem világos, nyugodtan kérdezzetek. Kérdezzetek, mert segítünk. Ujjjj, lőnek. Azt nézem, hogy nem hagytunk itt ki valamit. Látszólag semmit. Júj! Neked ebben a játékban... Ja, hogy a Ratchetből maradt ki. Azt hittem, hogy ebből a játékból, de miért is gondoltam, hogy... Stélónak kettő acsi maradt ki a platinából. Egy végigjátszás alatt meg lehet azt csinálni egyébként? Juhé! Szia, Taki! Üdv mindenkinek, srácok! Itt a dinamitos. Ez emlékszem, hogy ez vicces lesz. SSD... SSD, op. Kell hozzá, ha jól emlék, New Game Plus egy picit, mert van egy fegyver, ami ott érhet el. Ó, fene. Az ott egy puzzle darab? Nem, halusztam. Júj, morcos. Mennyien neveztek, srácok? Csak nyugodtan, még van
Még van 6 percetek nevezni a Ratchet & Clank-re. Ez egy játékkód. Bizúzd, Anna? Ez egy játékkód, tehát nem a fizikai példányt nyerhetitek most meg, hanem egy játékkódot. SSD Strada, űrbéli akadályok. Ez azt jelenti, hogy akkor valami nekem kimaradt. Ez egy rossz gomb. Mert átjöttünk ide, és nekünk a mély adatűr kell. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Tehát akkor nem vagyunk jó helyen. És nem vagy való nekem. Tehát akkor ez itt nem jó. Srácok. Vissza kell mennünk. Vissza kell mennünk, mert itt valahol elhagytunk egy puzzle darabot. Tud-e nekünk segíteni ebben a PS pluszunk? Hát szerintem nem. Vagy de? Azt mondaná, hogy... Ugye megnézzük, srácok. Tehát azt mondaná, hogy ide kell lejönni? Ó, és tényleg segített nekünk. Nice! Hát akkor segített nekünk, skacok. Amúgy ezt se néztük meg. Ezt is meg kell fújni? Hát akkor itt nem tudom, mi van. Ez most így nem tudom, micsoda, srácok. Ja, meg kell pörgetni. Ja, és itt volt valami. Itt volt valami, ami... Hát van egy, vagy egy CD, vagy egy ilyen kamera. Csal. Nem, én fizettem érte, tehát akkor nem csalok. Ma csomagolnod kell az ajándékokat? Azt mi már megcsináltuk szerencsére hétvégén. Szia, portyázó! Üdv mindenkinek, srácok! Sziasztok! Na, akkor ez megvan. Tehát mindenhol, ahol látok egy koronát, az kész van. SSD. Hát akkor menjünk az elejére, az SSD területnek. Mondjuk egyébként is azt kellett volna csinálnom. Tehát... Végigmegyünk. Mondjuk nem megyünk végig. Mert maxolni akarunk. Szóval nem megyünk végig. Tehát akkor megnyomjuk ezt a gombot. Turbo Choosely. Találd meg az összes műtárgyat. Ez egy félperces guide. Meghúzzuk. Kilövetjük magunkat. Igen. És én mi az, amit itt nem vettem fel? Igen. Tehát akkor ott van. Értem. Jó. Basszus. Nálunk a Jézuska kistetsója Jézuska hozza. Az irányítót megütöttük. Az elrejtett koinok. Na várjunk! Haló? Csak hátra kellett volna nézni? Wow! Isten. Wow, csak hátra kellett volna menni. Ott volt elrejtve egy puzzle darab, és ez nem használtam csalást. Go Astro.
Na nézzük, mennyi időtök van még egyébként nevezni erre a PS5-ös Ratchet & Clank-re. Srácok, még másfél perc, még másfél percig nevezhettek. Na tehát... Oké... Okay. Ha, tehát akkor így kell kilőnöm, hogy... Úgy! Szerintem nem jó, mert mondjuk a coinokat elhagytuk, az nem gáz. És oda fel tudunk menni? Valószínűleg amúgy nem. Vagy tudunk? Mindjárt kiderül. Hát, valószínűleg ezt újra kell kezdeni. Úgy. Tehát akkor... Jobban kell célozni. Oda kéne fölmennem. Na jó, akkor újra kell indítani ehhez? Nem tudom, hogy lehet-e mászni, vagy bármi ilyesmi. Császok, lassan véget ér a nevezési lehetőség. Na tehát, akkor beleülünk. Nagyon föntre! Nagyon hátra! Boom. Ne! De hát nekem jöttek! Dr. Strange! Hát Dr. Strange feliratkozott a csatornára, azt nézzétek. Híres emberek a cseten. Tessék pergetni a szövegeket. Jó, engedd el! Csá! Új műtárgy! Na ez mi a manó? Buzz vezérlő. Jöjjön a kérdez felelek. Buzz vezérlő. Nektek volt ilyen buzz vezérlőtök? Buzz Lightyear. Lehet interaktálni vele. Oda néz. Úgy. Nyomkodom. Halácska, mit huncuttatsz? És innen? Madari, nem reggeliztem semmit. Ez nem egy szép dolog tőlem. Nekem a PS5 az első konzolom a kazettás Nintendo-ta. Hát, nekem a PS4 az első konzolom ever, a PS5 meg a harmadik a Switch után. Nekem a fejlettebb Buzz Plus volt. Hát lehet, hogy olyat is szerzünk még feltette, nem tudom. Szia Gliton, szevasztok srácok. Látta az összes lehetséges univerzumot és rájött, hogy ez az egyetlen helyes út, ha bekövet. Hát látod. Köszi szépen Dr. Strange a feliratkozást, köszi szépen a támogatásodat, és köszi szépen mindenkinek, aki részt vett itt az előbb a hype-onatban. Na, nézzük srácok, ki az a szerencsés, aki megnyeri a Ratchet & Clank Rift Apart-ot. A PlayStation Magyarország jó voltából. Zense! 0007, itt vagy? Fel voltál iratkozva, csak lejárt a fenébe. Micsoda pergetés van itt. Na, megvárjuk srácok, hogy írjon nekünk Zense. Itt van, nagyon szuper. Zense, a stream után, vagy lehet, hogy inkább a streamek után, felveszem veled a kapcsolatot. És megkapod majd
így Twitch sútogó per privát üzenetben a nyereményedet, jó? Hát, hogy még ma. Vagy amikor véget ér a LEGO stream azután. És hát jó szórakozást a játékhoz. Jó szórakozást majd a játékhoz. Remélem, hogy neked is legalább annyira fog tetszeni, mint nekem. Na, gyorsan fölírlak, hogy ne maradjon feledésbe. SSD. És akkor jön a következő, srácok. Egy jó kis Ghost of Tsushima. A nevezés hasonlóan működik, mint az előbb. Ha nem vágjátok, olvassátok el a leírást, ott a bot írni fogja. Kérdezzetek nyugodtan, hogyha valamit nem vágtok, nem vagyunk harapósak. Na jó, Palácska harapós, de... Hát na. Tudjátok, hogy van ez. Üdvöd mindenkinek, skacok, sziasztok, sziasztok. Na nézzük, mit kell még csinálni. Hát a PS Plus tulajok azok tudnak így csalni. Tehát ez valahol a rakéta alatt van, amihez tovább kell mennünk. De hát én ott voltam. Ott van. Ott van a rakéta mögött. Hát jó. Múltkor jó volt veletek játszani a Vanguardot. Komolyan, Dr. Strange? Sikerült bekerülnöd? Nice! Én mindenkit csak bíztatok, hogy jöjjön. Hát... Na, most mondjátok meg. Hát szembe jöttek velem. Akkor is. Nekem nem mondja meg senki, hogy merre kell menni, jó? Szerintem amúgy kihagytam egy platformot. Igen, azt úgy kihagytuk. Nem baj. Jó. Uha. Speedrun, igen. Amúgy... Ez tényleg az. Bármint, hogy ilyen gyűjtögetős futkarászás. Tehát srácok, most a Ghost of Tsushima-t lehet megnyerni. Ez is kód lesz. Felkiáltó egy nyereményjáték, Scott, ott leírtam mindent részletesen. Kódokat lehet nyerni, meg perifériákat, a PlayStation-es játékok azok a PlayStation Store-ba beváltható kódok, délután pedig a Steam-en beváltható Steam kódok lesznek. Szóval itt a DualShock 2-es vezérlőt hagytuk el ezek szerint. Azt én mozgatom azt az analógot. Valaki segítsen, csak nálam működik úgy a Twitch, hogy előbb látom a cseten most például a nyertest, mint hogy így mondja. Szerintem az normális, mert hogy előbb. Igen. Az normális King Saints. A delay miatt.
Azt hittem ez a DualShock 2-es kontroller már megvolt nekem. Nyomás alatt jól teljesít. Na nézzük. Ó, itt is meglett, srácok, a korona. Na, megyünk tovább az SSD Strada gyorsító tárnák részére. Szia, Szofi, szia, Palek, szia, Goku, szevasztok, srácok. Várjunk. Ez szép volt, ez nagyon szép volt. Hát, ha ott fönt spónolok, akkor gondolom, oda kell... Na, várjunk. Most ezt a gombot meg kéne nyomni? Jó. Jó. Jaj, ez is nagyon jó, srácok. Mert hogy itt is simogatni kell a kontrollert, hogy felhúzzuk a cipzárt. Üdv mindenkinek, srácok. Ó. Ja, ezt is meg kell, hogy mutassam. És így megyünk fölfelé. Szávasz, ja, jó. A coinok most nem érdekelnek minket. Persze, aztán úgy simán lehet, hogy itt hagyjuk el a dolgokat. Hogy is kell csalni? Így? Repülni kell. Jó, tehát akkor repülni kell. Akkor nem itt lesz. Ha mehetünk fel? Balra vagy jobbra? Ennyire érzékeny a kontroller? Hát... Ez az adaptív trigger, ez a DualSense-nek az új funkciója. Apropó DualSense, meg lehet nyerni a DualSense kontrollert is, mármint hogy nem az enyémet, hanem egy DualSense kontrollert. SSD. Direkt ignorál a coolers. Hát ha donate-be küldöd el az üzenetedet, vagy nem jól csinálom? Állítólag így kell. Hoppá. Hogy lehet megnyerni? Mindjárt segítenek a srácok neked a chaten, jó? Nem tudom, sokan mondják, hogy szerintük az a Box SX kontroller a legjobb, szerintem meg pont, hogy a PS5-é. Hát kinek mi? Az a helyzet, hogy... Ez a... Omega Booster! Trófea. Tehát ez a haptikus feedback, meg ez az adaptív trigger, ez annyira fullos. Ja, hogy itt ki tudtunk volna jönni. Akkor jó. Szia, Erni! Tegnap, mintha mondtátok volna, hogy a PS kontrollert lehet PC-hez is használni, de úgy működik. De úgy is működik? Úgy is működnek ezek az effektek, vagy csak PS-nél? Pár hónappal ezelőtt beszéltünk róla, hogy PC-nél is működik, és azt mondtátok, hogy kettő játéknál biztosan. Az egyik talán valamelyik Metro volt, a másik pedig nem tudom. De azóta nem tudom, hogy hány játék támogatja a DualSense kontroller funkcióit. Az adaptív ravasz az fantasztikus, és a haptikus feedback is annyira jó. Tehát a haptikus feedback az a rezgőmotorokat cserélte le. Tehát itt nincs rezgőmotor a DualSense kontrollerbe, és nagyon durván érzel mindent, amivel egy kicsit belekerülsz a játékba. Na, srácok, még egy teljes percig tudtok nevezni a Ghost of Tsushima PS4-es játék kódjára.
A Valhalla is már támogatja? Én nem vágom, nem tudom, hogy van erről valami lista. Ja igen, azért álltunk meg itt, hogy megnézzük, hogy mi az, ami még kell nekünk. Az összes műtárgy. Oké, ez már egy kicsit följebb lesz. Ez már egy kicsit följebb lesz. Jó, akkor megyünk följebb. A fény is amúgy nagyon király. Itt ezt már meg kell gyújtanunk. De itt már mindent összeszedtünk. Akarunk ilyen robbantást? Igen, itt már összeszedtük, amit akartunk. Itt volt a másik műtárgya. Az adaptív ravasz még csak-csak használják a játékok, de a haptic feedback kell egy kézzel meg lehet számolni, hány játékban van eddig. Oh, aha, aha. Nem tudom tényleg, hogy van-e ezekről valami lista, Szati. Aha, itt is egy puzzle darab volt. Akkor menjünk följebb. Tehát az űrhajót lehet úgy is forgatni, hogy a kontrollert forgatom. Meg úgy is, hogy nyomom a rakétát. Szereted a listákat? Én is szeretem. Jajaj, ő le akar köpni. Azt hiszem megjöttünk. Ja, megjöttünk. Viszont, minthogyha már túl is jöttünk volna, nem? What? Hát itt megvan minden. Shit! Vagy túl jöttünk? Űrbéli akadályok. Lehet, hogy túljöttünk. Eddig nem igazán érdekelt ez a kontroller? Nem érdekelt a DualSense kontroller. Hát ez DualSense kontroller, hogyha így... Ez olyan élményeket ad, srácok, és ez nem ilyen izé... bullshit dolog. Most amúgy lehet-e jól megszivattam magam. Nem, jó helyen vagyunk. Igen. Bocsánat. Igen, ez az űrbéli akadályoknál volt, akkor én rossz helyen voltam. Na, srácok, nézzük ki az a szerencsés, aki megnyeri a Ghost of Tsushima-t a PlayStation Magyarország jó voltából. Ogi! Itt vagy? Otthoz, a Far Cry 6-hoz meg a Valhalla-hoz nem tudom mennyi élményt adna. Nem tudom, én a Valhalla-t kontrollerrel próbáltam játszani, és megmondom őszintén. Jó volt. Meg a, mondom, a Vanguard is nekem nagyon tetszett kontrollerrel. Pedig én nem szeretek shooter játékokat játszani. De a Vanguard az nagyon kényelmes kontrollára. Hoppácska! Itt van! Pogi itt van! Na hát gratula a Tsushima-hoz! Jó szórakozást hozzá! Neked is majd küldöm a kódot, a... Ó, akkor ez már megvolt nekünk. Kódot a hozzáférést.
Update-et szeretnél? Jújúj. Aha, szerintem erre lesz. Júj! Hát eddig kisorsoltuk a Ratchet & Clank-et és a Tsushima-t, hogyha ez érdekel téged. Jújúj. Uha. Na várjunk, várjunk. Itt vissza kell mennem. Vagy le! Vagy le! Lehet ide kellett jönnünk. Igen, igen, ide kellett jönnünk. Na! Üdv a bronzérmesek között. A szomszédok imádni fognak. Halló, halló, halló. Hol fogom küldeni? Twitch suttogó üzenetbe, Pogi. Twitch suttogó üzenetbe fogom majd küldeni neked a nyereményedet, ami egy játékkód. A téged is gyorsan fölírlak, Pogi. Üdv a bronzérmesek között és egy ezüst trófát adod. Nem tudom amúgy ez a bronzérmes, ez micsoda. SSD. Srácok, nincs megállás. Nincs megállás. Jöjjön egy Death Stranding Director's Cut PS5-ös verziója. Mit szóltak? Jöhet a Death Stranding? És gratulál még egyszer Pogi a nyereményedhez. Jó, azt is odaírjuk hozzá, hogy PS5, hát ha valaki az... Ezt nem tudná. Ez a PS5 verzió nem egy PS4-en? Srácok. Mikrofon, a haló, haló, haló. SingStar mikrofon. Ilyenetek volt, srácok? Köszi szépen, Sofia, 100-as szívecskés csirt. Köszi a támogatásodat. Neked volt ilyen, Blade? Wow. Mai napi megvan. Nice. Na hát akkor elvileg begyűjtöttünk innen az SSD strádáról mindent az égvilágon. Úgyhogy megyünk tovább, de hova tovább? Hát, menjünk el a PS laborba. A mobilon működik a jelentkezés? Persze, persze. Suttogó üzenetet mobilon is lehet írni. Lassan teljes lesz a festmény. Itt az összes kütyű, amit így a játékba lehet összeszedni. Hoppácska. Így lehet. Na, én elvileg ide jövök. Ja, hát amúgy megmutatom, miket lehet nyerni ma, srácok. Itt a kontroller. Ezt lehet megnyerni. Ez meg a füles, a Pulse headset. Ez itt. Ha minden igaz, ez a Pulse headset, igaz, srácok? Jól tudom, nem? Azaz, oké. Okay. Na, hát 100-ba kerül egy karhúzás, és 2 golyó van bent, szóval, hát, ez easy. Egy puzzle darab!
És jön az utolsó. Szarugacsa. Aha. Hát én nem tudom, ez micsoda. Brutál hangzása van a Pulse headsetnek? Én még nem próbáltam, skacok. És ez a headset PS4-hez is jó? Nem tudom, srácok. Gacsa! Hát... oké. Okay. Jó, bármi ez már Brutusos. Ó! Oh, itt a festmény. Mármint a puzzle, bocsánat. Ezt gyűjtögettük. Ehhez kellettek a puzzle darabok. Igen, ilyen akváriumnak tűnt, de hogy ez mihez utalás, éppen gőzöm sincs. Itt a másik fele. Hát az még nincs kész. Az még nincs kész. Oda még kell pár darab. Itt a Vita is. Meg a PSP. Üdvüd mindenkinek, srácok! Na nézzük egyébként, hogy még 5 percetek van nevezni a Death Stranding Director's Cut PS5-ös kódjára. Na, ez olyan, mint ez a Stick Fight, nem? Nekem az ugrik be. Na jól van. Akkor ez is megvan, ezt is kimaxoltuk. El kell mennünk a memória mezőre, ott kell még egy műtárny és egy puzzle is. Milyen király lenne, ha lehetne velük játszani? Amúgy, én is azon gondolkodtam, de mondom, biztos nem lehet. Elektrofelhő. Memória mező, elektrofelhő. Na, meg kell néznünk, hogy hol az első cucc. Üdv mindenkinek, srácok. Sziasztok. Ez egy nehéz pálya. Ez egy nehéz pálya volt nekem. Arra emlékszem. Na, tehát akkor megnyomjuk a PS gombot. Aztán nyomunk egy X-et. És műtárgy kell nekünk. Tehát itt már esernyőnk van. Esernyő. És elvileg ennyi? Elvileg ott van? És a puzzle? Az hol van? Az nem az esernyős részen van. Viszont... aha, ott van fönt, az egyik ilyen szárnyas kockán. Oké. Okay. Oh yeah, oh yeah. Ja, amúgy nagyon lehúztam a játék hangját, alig halljátok. Tessék. Oh, yeah. Oké, oda most nem megyünk el. Ó, és megjelent srácok az esernyőnk. Akkor lehet, hogy a puzzle darabot azt... júj! Elkerültük? Nem, ott a puzzle darab. Itt is nagyon durván érződik, srácok, ahogy így... rezeg, hát ahogy így jelzi nekünk a kontroller, hogy éppen esőzés van.
Na. Igen, ott van egy puzzle darab. Hát jó, menjünk oda. Ez ilyen, így ismertem meg anyátokat, de Talás, akar lenni? Szia Little Bao! Üdv mindenkinek, srácok! Na várjunk! Félek, hogy elhagytam valamit. Hát jó, menjünk akkor itt tovább. Mi baj lehet, ugye? Jézus! Szerintem rossz irányba jöttünk. Igen, mert ő tovább visz minket. Igen, ez nem jó. Igen, ez nem jó. Tuti, kiütetted volna reflexből azokat a platformokat? Ó, Little Mao, hát köszi szépen a 9 hónapos támogatásodat, mint feliratkozott vadász, hát üdv újra itt köztünk. Köszi szépen. Srácok, mindjárt indul a kántálás is, és akkor a kényelmes vadászok is csak egy klikkel meg is pergethetik Little Mao-nak a szegjeiket. Tessék szépen részt venni. Na, és közben megnézzük, hogy ki az, aki nyeri a Death Stranding Director's Cut verzióját PS5-re, PlayStation Magyarország jó voltával. Coolers! Na, hát akkor már csak ugye a PS5 kell. És már lehet is csapatni. Már lehet is csapatni, itt vagy Coolers? Jeez, hát ugye, jeez. Hát gratuláció. Gratuláció. Jó szórakozást hozzá. Majd mesélj, hogy tetszett. Ha majd persze meg lesz a PS5. Remélhetőleg a héten meg is lesz. Reméljük. Na srácok, továbbra sincs megállás itt a sorsolásokat illetően. Itt lehetne még sorsolni nektek. Azt mondja, igen, Death Stranding megvolt, Ratchet megvolt, Tsushima megvolt. Egy ilyen DualSense controller valakit érdekel, mert erre most negyed órátok van nevezni, hogyha érdekel titeket ez a controller. Erről van szó egyébként, srácok. A PS5 kontrolleréről. Egyefene, ugye? Egyefene. A DualSense controller és a Pulse headset eljutatása hozzátok az már csak sajnos jövő évben fog megtörténni, jövő év elején. Erről tudjatok. Oh yeah. Aha, tehát itt a másik irányba kellett volna menni. Jó, akkor mehet a speedrun. Kontrollál sima fehér színű? Erről nincs infom, srácok. Csak annyit tudok, hogy DualSense controller. Úgyhogy sajnos ennél többet nem tudok.
Oh yeah. A kontrollert egyébként csak ajánlani tudom, srácok, mert brutálisan jó, tehát... jó pár évvel ezelőtt, hát több mint 5 évvel ezelőtt azt mondták, hogy a VR az, ami elképesztően durva élményeket ad. Szerintem ez a kontroller is tud olyan élményeket adni a visszajelzése miatt. Vettem egy kódot 2 hete, és gondolkoztam erősen a erősíteni így nem, de nem nagyon fogadta el senki a jelentkezést, kizárgasak. Már megszűnt lap. Soha nem tudom, hogy neveztél-e. Ha valaki nevezett, akkor annak írja a nevét. Én látom egyébként a... Nem, az Little Mao. Látom a neved, Diana. Ja, kiírta, hogy nagyon sok néző csatlakozott. Hihi. Hihi. Van-e dupla kontrollers játék PS-re? Hú, hát nem tudom, hogy van-e ilyen Next Gen játék most így hirtelen. Jó a kérdés, jó a kérdés. Hoppá! Speedrun, srácok, speedrun nyomunk. Jújjúj! Na és itt kell most balra mennünk. Nagyon jó irányba megyünk, srácok. Gyere rám, nagyon jó. Nem is erre akarunk menni. Ne. Türelmesnek kell lennünk. Nagyon jó. Ez ilyen... Ez melyik játék, srácok? Ez melyik játék? Ez az ijeszgetős. Üdv mindenkinek, srácok! Sziasztok, sziasztok! Üdv mindenkinek! Ú, nagyon sokan írják. Valaki azt írja a suttogó üzenetbe, hogy felkiáltva eljöttek. Hoppácska. Tényleg amúgy, azt le is állítom. Várólistás dolgot. Mert hogy most éppen nincsen Siege-es közös játék. Ne zavarjon meg senkit, a várólista az a Siege-es közös játékra szólt. A PS5 kontrollerre, a DualSense-re még 10 percig tudtok nevezni, srácok. Még 10 percig. Szóval mit mondtatok, hogy ez melyik játék? Ez a lámpás, ijeszgetős izé? Na nézzük. Új műtárgy. Ez micsoda? PlayStation multitap derék szög kockáknak. Ó, ezt így leraktátok, aztán lehetett nyomatni 4-en a játékokat, gondolom én. Nem? Ez valami olyasmi. LMV-k. LMV-k? Ne, én nem vágom, srácok. Nem LMV-k? Én nem tudom. Ez a multitap, ez ilyen négy játékos kiegészítő volt, nem? Skacok.
Na, úgy néz ki, hogy a memória mezőn is mindent megszereztünk. Most jön a GPU dzsungel. Az NMV-k azért nem lett, mert az most jött ki PS-re, és ez régebbi. Uh-huh. Lámpásokat ijeszget. Nem tudom, tyap-tyap. Viszont szomjas vagyok. A Death Stranding-ent Coolers nyerte, Marci. Na nézzük, srácok. Üdv mindenkinek közben, sziasztok, sziasztok. Na. Tehát egy puzzle darabért jöttünk most ide. Tehát hídon kell átmenni. És a... Ha, a hídnál... Oké. Okay. GPU. GPU. Hú, ez... Ez melyik játék, srácok? Ez a Monster Hunter? De tényleg, mondjuk erről a kardról fel kellett volna ismernem. Itt van valahol a Bloodborne-os utalás is. Azt is meg akarom nektek mutatni. Valahol itt van. Az előző a szirén volt. Azt nem vágom. Na, itt van. Bloodborne. Füvet vág. Ó, na ezt a pályát kezdtem el tegnap próbálgatni. Remélem látjátok, srácok, hogy ezek kontroller gombok. Ugye a triggerek. Üdv mindenkinek, skacok. Sziasztok, sziasztok. Na, tehát én ide azért jöttem, hogy... Hogy átmenjünk valami hídon. Ez meg Tomb Raider, nem? Ami ott lent van. Valami ilyesmi, nem? A Tomb Raider. Aj, itt lesz a híd szerintem. Jézusom, very big. Horizon Zero Dawn? Dawn. Jujjjj. Kihúzzuk. És pont a végén volt a puzzle darab. Jaj, nem. Ide jövünk. Juhé, még egy puzzle darab, srácok. Jaj, hogy állunk amúgy a nyereményjátékkal? Még 4 percig tudtok nevezni a DualSense kontrollerre, csak mondom. Még 4 perc. A Horizon Zero Dawn inkább, mert annak voltak ilyen sárga mászókái. Kell nekünk egy térkép. És akkor megyünk a Ray Trace romokhoz, ahol kell egy műtárgy és kell egy puzzle is. Na. Ez a pálya is nagyon jó, ezt a pályát is nagyon szerettem. Akkor PS gomb.
ide jövünk, és a műtárgyakat nézzük meg, hogy hol vannak. Ez gyakorlatilag az elején van. Az első műtárgy az elején van, itt felugrálunk. És jobbra el kell menni. És ott van. Oké. És a puzzle? Szevasz, Gabcsi! Jó, itt meg az íjászkodásnál lesz. Aha, itt az íjászkodásnál lesz. Jó. Bocsi, de hogyan is lehet csatlakozni a nyereményjátékhoz? Mindjárt írja neked valaki úgyis a chatben. Majd áruld már el, hogy hányan csatlakoztak a nyereményre. Hát, nincs ilyen számom. Nincs ilyen számom sajnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18. 27. 36. 45. 54. 63. Hát 71 ember. Bocsánat, akkor lehet, hogy tyap-tyap jobban mondta, mert nekem itt a végén már elcsúszott a lista. Új, ők ott most nagyon morcosak. Ja, hogy tyap-tyap csak tippelt, ja. Na, ez micsoda? Top listás. Senki sem tudja, mi folyik odabenn. Ez egy PSVR feldolgozó egység. Wow. És ezt így lehet húzogatni. Attól függ, hogy hova akarsz és mit beledugni, gondolom én. De ez ott mindkettő... Nem, az egyik az... HDMI, a másik az ott mi? A másik az DisplayPort? Nem tudom, megmondom őszintén, de lehet húzogatni. Oda ment a szemcsi. Ó, hogy az annak ilyen csatlakozója volt, aha. Srácok, 10 másodpercig lehet nevezni a kontrollerre. Azt írja Konaja, én a PS-es játékokért és a kontrollerre nem harcolok, nem az én világom, de sok sikert, srácok. Az alábbi nézők csatlakoztak a nyereményjátékhoz, Konaja. Na nézzük! Ki a szerencsés nyertes ennek a DualSense kontrollernek? Leviathan 05-ös számú versenyző. Itt vagy, Levi? Itt van Levi. Levi, mihez fogod majd használni? PC-hez? Szuper. Hát Levi, használd egészséggel. Jövő év elején tudjuk majd intézni neked a kiszállítását. Az jó lesz? Az jó lesz neked, Levi? Sajnos a karácsonyfa alá már nem kerül oda. De jövőre megkapod.
Na. Nyomjuk tovább, srácok. Én Amondo vagyok. Srácok, a következő játék, amit meg lehet nyerni, 10 percetek van, a Sackboy. A Sackboy lesz. Sackboy a Big Adventure. Személyes kiszállítás lesz? Hát személyes kiszállítás lesz, de nem én fogom. Kacok, most a Sackboyt lehet megnyerni. Ez mi? Ez melyik? Ez melyik játék, srácok? Ez a bzzz. Order 1886. Az azt hiszem megvan nekem. Annyira jól néz ki, basszus. Mizus Gabcsi. Jaj, hát lelökött. Stélon szerint is az Order. Aha, itt még nincsen íjunk. Gyere rám! Itt lesz meg az íj. Ez is egy olyan dolog, amit muszáj, hogy kipróbáljátok, srácok. Nem tudom, hogy ezt meg tudom-e nektek mutatni. Ahogy felhúzza. Ahogy feszül. Azt hiszem, amúgy nem tudom nektek megmutatni. Elbújt. Ne bújj el. Nem csak nálad második, csak jövőre kapjuk meg a tárgy nyereményeket, türelem, meg PS5 perifériát terem. Nézzük. Köpködőseket lelőjük. Buksira. Csak a Hedi. Csak a Hedi. Luffy-sokat le lehet lőni? Biztos le lehet amúgy lőni. Hopp, azt popon találtuk. Azt amúgy lehet nem tudjuk lelőni. De, őt is le tudtuk lőni. És amúgy ezért jár valami, nem? Hogyha ott átlövünk, nem? Üdv mindenkinek, srácok, sziasztok, sziasztok. Még mindig lehet nevezni, srácok, a Sackboyra. De ez itt már egy boss fight. Félek, hogy túljöttem. A puzzle darab az nem erre van. Van egy olyan érzésem, srácok. De erre van, akkor jó.
A megtalált örökség. Srácok, a GPU dzsungel is ki van maxolva. A memória mező is, az SSD stráda, a hűtő forrásoknál viszont nagyon-nagyon-nagyon sok minden hiányzik. Elképesztően sok minden hiányzik. Üdv mindenkinek, skacok! Sziasztok, sziasztok! Még 4 percig lehet nevezni, srácok, a Sackboyra. Na, hát akkor kezdjük az elején. Hűtőforrások. Én azért utazgatok így, mert én már játszottam korábban a játékkal. Na nézzük. Mi az, ami hiányzik innen? 2 puzzle darab. Na és hol vannak azok a puzzle darabok? Az egyik a strandon van. Elvileg ott van fönt. Jó. Másikat meg majd megmutatja a játék. Juhé! Blogy. Köszi Liana a segítséget. Meg köszi mindenki másnak. Ja, hogy nem is kellett volna olyan távolról indulni. Aha, akkor ez meg is van. És van még egy. Ezt néztük. Update-eld magad, kérlek. Jó, de hát ezt már felvettük. Jajjaj. Most update-t? Na nézzük. Ez ugyanaz. Nem, nem ugyanaz. Csak türelmetlen voltam. Igen, itt elindulunk. Homokásó. Aha, aha, aha. És bele kell menni a vízbe. Ó, jó, hát akkor oda mindjárt elmegyünk. Tud úszni ilyenkor, kap ilyen... úszogumi. Ja, hát ezt jól eldugták ide, nem jöttem volna. Leült PS vitázni, vagy PSP-zni? PSP-zni ült le, nem? Oké, itt is akkor megvannak a cuccok. Itt kell 2 puzzle darab és 1 műtárgy a következő szinten. Ez az ugrálós rész, ez is nagyon vicces, mert itt a rugót kell irányítanod az adaptív triggerrel. Rugót. Na nézzük, hogy állunk a nyereményjátékkal. Srácok, 1 perc. Kevesebb, mint 1 perc. Így lehet nevezni a Sackboy PS4-es verziójára. Na nézzük. Műtárgy, hol a műtárgy? Jó, ez a rész megvan, amikor itt törögetni kell. Tehát balra kell menni majd, oké. Puzzle darab. Ez gyakorlatilag már az elejénél van. Jól értem? Igen. Oké. Tank, tank. Tank. Szevasz, jegyus. Tank.
Tang! Nagyon jó. Jó, tehát csak arra. Itt ezeknél a fürtöknél van a következő. És itt is majd jobbra kell menni, oké. Okay. Mi ez egy egyos? Ó, a fenébe. Hát ez... miért vagyok ilyen béna? Na azért. Ha, itt lesz majd a kövi. Fűzz le darab! Juhé! De fel akarunk ugrani? Fel akarunk ugrani. Itt lesz majd a... Nem, itt lesz. Igen, itt lesz. A műtárgy. Wow! PS Move, mesterlövész puska. Ezzel nem lehet interaktálni. Mesterlövész puska. És ott vannak a gombok rajta. Release. Nem, a lóvé már nem kell, annyi van belőle, tyap-tyap, nem tudom hova kenni. Ez menő cucc lehet, srácok. Ellenállás a végsőkig. Na nézzük. Tehát lezárult a nevezési lehetőség. Nézzük, ki az a szerencsés, aki megnyeri. Tihi! Tihi, te itt vagy? Mert akkor te nyerted a Sackboyt. A PlayStation Magyarország jó voltából. Nézzük közben, hogy hova kéne tovább menni. Gratula, gratula hozzá. Nem, tehát egyszerűen nem tudom hova tenni a pénz, Gliton. Látod? Ő volt az utolsó, komolyan? Tényleg. Tényleg ő volt az utolsó. Itt vagy? Na, hát gratula hozzá. Gratula hozzá. Te is majd a streamek végén fogod megkapni a hozzáférésedet. A kódot, amit majd a Player Store-ba tudsz beváltani. Na srácok, nyomjuk tovább, igaz? Nyomjuk tovább. Ó, közben Marci, nagyon szépen köszönöm Marci, a 9 hónap támogatást neked is. Ne haragudj, ezt most vettem észre, hogy negyed órája történt meg az esemény, én meg lemaradtam róla. Hogy állok a sztorival? Milyen sztorival? Insta sztorival? Az adventi kalendár bontogatásra gondolsz? Mert a kántálás Marcinak is. A game sztoriával. Én már befejeztem a játékot, most már csak gyűjtögetünk. Meg... Ennek van sztoria? Vagy nem tudom most mire gondolsz. Ne haragudj, hogy itt értetlenkedek. Na. Van még egy Pulse Headsetünk, meg egy Returnalünk. Hát... Akkor legyen ilyen Pulse Headset, mit szóltok? Egy jó kis Pulse Headset. Én úgy tudom, van sztori. És mi a sztori ennek a játéknak? Pulzusos headset. Na jó legyen. Srácok, negyed óráig tudtok nevezni erre a Pulse Headsetre. Nekem miért nem adja be ezeket a kántálásokat? Talán mert mobilról vagy. Nem tudom. Nem tudom, ez a kántálás hogy működik.
Nagyon sok néző csatlakozott a nyereményjátékhoz. Hát igen, amúgy ez igaz, mert tényleg nagyon sokan neveztetek. Na és ismét nagyon sok néző csatlakozott a nyereményjátékhoz. Jézusom, hát csak úgy ömlenek itt a nevezések. Miki! Our illustrious champion returns. Welcome home. Wow, piros csillag. Hát Miki, nagyon-nagyon szépen köszönöm az 52 hónapos támogatásodat, mint feliratkozott vadász, méghozzá töretlenül és tier 3-mal. Hát nem akarja ennyiszer kimondani a neved, Lianna, mert akkor megjelensz. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, Miki. Indul is Mikinek is a kántálás. Ha valaki nem tudja, hogy hogyan kell nevezni, olvass el a leírást, vagy kérdezzen. Nyugodtan kérdezzetek, srácok, szabad. Na, tehát ott tartunk, hogy megyünk tovább a hűtőforrások hűvös jégtábláira, ahol egy puzzle darab hiányzik. Na nézzük innen. Sziasztok, hogyan kell nevezni? Most éppen pont fölötted van. 1, 2, 3, 4 üzenettel Dave-nek az írása, hogy hogyan kell nevezni. Itt vannak a kockák, és a csúszásnál le kell menni jobbra a horgászó csókákhoz, és ott lesz bent alatta. Jó. Juhé! Na, bolond pingvinek! Adjátok a lét, pingvinek! Ezt Nessájnak nem mutassátok majd. Ez is annyira jó. Tehát, amikor itt vagytok ezen a jeges területen, a kontroller annyira jól, annyira durván jó a visszajelzése. Érzed, hogy korizol. Nagyon jó. Annyira jó. Számasz kopacbarack. Üdv mindenkinek, skacok. Ide kell lejönni a horgászós arcokhoz. És itt a pűzledarab. Hideggyűjtő. Srácok, hideggyűjtő lettem. Ezüst és arany trófea. Na, srácok. Hűtőforrások, szökelő hotel. És itt kell nekünk 2 darab műtárgy. Érzed, ahogy belekap a penge a jégbe. Ja, nagyon jó az élmény. Nagyon-nagyon jó. Szia, Fanfire, sziasztok, srácok. Itt is ugrálni kell? Na jó, hát akkor nézzük, merre kell ugrálnunk. Jó, és ott pont jobbra kell, mi? Aha. Fölmegyünk és jobbra. Ja jó, hát azt hittem, hogy... Túl teljesítettünk. Miért van az az érzésem, hogy nem jó fele megyünk? Pedig jó fele megyünk.
jól van, jó fele megyünk, oké. Okay. És itt jobbra. Hoppácska! Hoppácska! Ott van. És ez egy Botorokko PSP UMD. Az erőstok a titok. Sose volt PSP-m, de ezt kellett beletenni, hogy lehessen játszani? Ezt kellett betenni? Titántok. Te vagy már titántok, Rózi. Ott söpröget egy kis kontroller. Szia, Esdeler. Szevasztok, szevasztok. Következő, az följebb lesz. Aha. És majd balra kell menni. Srácok, készüljetek már fel, mert lehet, hogy ez az utolsó dolog, amit csinálunk, és ez kell, jaj, hát ez GG. Ez kell elvileg a platinához. Lehet, hogy most fogjuk befejezni a játékot. Szevasz, Ben! Az gond. Szia, Adria második! Servus, Pirate King! Ó, oh, hogy ez ilyen. Aha. Ne! Ne! Szervusz, Máté! Srácok, még 7 percig nevezhettek a Pulse headsetre. Ez egy nehéz játék. Így, oda gyorsan fel. Szia, Krisztán Antanázia. Ha engedne a bot jelentkezni. Farkaskölyök, te az elsők között neveztél. Amikor azt írta, hogy nagyon sok néző jelentkezett. Micsoda rajongó! Dude Raider! Nem. Nem ez kellett a platinához? Szóval a PlayStation Portable. A PSP, ugye? A hordozható PSP. Mármint a hordozható PS. Lehet interaktálni? Nem lehet interaktálni vele. Aj. Jó, hát hogyha nem ez kell, akkor mi kell neki? Tehát korona. Hálózati gyorsasági futamnál nincsen koronánk, de oda szerintem nem is kell. A játék befejezése. Ezt kell megnyomnom. A térkép bal alsó sarkánál nincs. Igen. Itt van egy olyan, hogy a játék befejezése. Ezt a gombot nyomjam meg? Akkor nem ezt kell megnyomni. De mi az, ami hiányzik? Hálózati futamnál 5 perc alatt kell lefutni full idővel.
Ezt meg is tudjuk nézni egyébként valahol? Elvileg itt kell megnézni. Ó. Ó. 43-ból 26 van elnyerve. Hát akkor én csak a gyűjtögetős dolgokat csináltam meg. Hát akkor ez nem lesz így platina, srácok. Küldj a levegőbe 10 robotot egyetlen pörgő támadással, barangolt be a CPU plázát a nyomodba legalább 20 robottal. Rejtett trófea. Zsonglőrködj 5-ször egy labdával a Breki öltözékben. Merülj a víz alá az ugródeszkáról, az megvan. Rejtett trófea. Tarolj a memória mezőn. Térj ki egy közepes támadás elől egy nyillal. Rejtett trófeák. Ó, hát akkor ez nem. Forogj közben, miközben lősz. A G. Gépfegyverrel. Fedezd fel egy régi logót a PlayStation laborba. Hát még van egy óránk. Végül is. Találd el az összes nyulat nyílvesszővel a GPO dzsungel hegy csúcsán. Csinálj egy hatalmas hógolyót. Mi van még itt, amit nem látunk? Keresd menedéket az eső elől a memória mezőn. Ugorj fel 3-szor a jégen, pörgő támadás közben. Lehet rendezni a trófeákat, hogy mi nincs meg. Aha. Hát... Hajjaj, srácok. Azt hittem, hogy ennyi kell ahhoz, hogy platina legyen. Ugorj a hűtőforrások végső céljához közeli szökőkútba. Sétálj a PlayStation kezdő ikonja alatt a PlayStation laborban. Idesem, megjöttem. Állj a vezérlő csúcsán a PlayStation laborban. Jó, sok laboros trófea van. Üss bele és nézz bele a PSVR lencsébe a PlayStation laborba. Üsd meg a PS logót a PS2-en a PlayStation laborba. Jó, hát akkor elmegyünk a laborba. Mit szóltok? Így lehet, hogy nem lesz returnelezés, srácok. De megnézzük, hogy ki tudjuk-e maxolni. Ez a jegy, ilyen rendszer egy nagyon jó előszűrés. Hát... Na. Yanter, Bot, Smurf. Vagy mi? Na várjál. Ja. Hát Konaja 20 meg Konaja 00 nem ugyanaz a két ember, Árni. Te itt lemaradtál a dolgokról, úgy néz ki. Itt ütöd őket, követni kezdenek, az is egy challenge. Ó, legyen. Hát 20-at össze kell szedni. Akkor 7 megvan. 10 megvan. És 20-at be kell gyűjteni. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, az már 20 kell, hogy legyen.
The last guy. Írtam neked fészen. Jól van, cuccó, megnézem majd. Oké, tehát akkor megyünk a PS laborba. Üdv mindenkinek, srácok. Ja, hogy már nem lehet jegyet venni? Ajaj, már nem lehet jegyet venni a Pulse headsetre. Gratulálunk, nyomozó, minden műtárgyat megtaláltál. Ez igen, teljes lett a puzzle fal. Gyönyörködj a PlayStation szórakoztató történelmében. Szevasz, Runner! Üdv mindenkinek, srácok! Na hát akkor nézzük végig újra. Ott van DualShock, DVD, 128 bit, 2000-ben a PS2, 2004-ben a PSP, és 1994. december 3-án jelent meg az első PS, wow. És a játék végén ezzel a dinóval kell harcolni egyébként. Szia, Hanger Monik, sziasztok. Ezt a puzzle felett egy 50-szoros tévén mennyire adnál végignézni? Hát az biztos. HD World. Ott a PS3, a 2006-os PS3. Ott vannak az újabb PS3-ak is alul. Nagyon szépen köszönöm amúgy, Miki, még egyszer a támogatásodat. Ott vannak a trófák, meg a PS Online. Vita egyenlő Life, ott van a PS Vita 2011-es. Basszus, 2011-es a Vita. Ó, itt már a PS4, 2013. A DualShock kontrollerrel, ott a VR. 2016, és a következő generáció az meg ott van középen. Ja, 10 éves a PS Vita. Ezt a puzzle-t egy 1-2000-es darabosba kiraknám. Hát az amúgy biztos jó lenne. Nem tudom, hogy van-e ilyen. Na hát srácok, most, hogy ezt megnéztük, és most, hogy megmutatom nektek, hogy mi az, amit meg lehet nyerni, mi az, amire neveztek sokan, az pedig nem más, mint ez a füles. Ezt a fülest lehet most megnyerni. Na nézzük. Orgonit Man itt vagy? Mert hogyha igen, akkor te vagy az a szerencsés, aki megnyerte a Pulse headsetet. Very big. GAG-hez. Hoppá, azt írja, hogy hoppá, tehát Orgonitman itt van, hát GG. Gratulálok. A PlayStation Magyarország jó voltából tiéd ez a füles, amiben éppen ül a karakterem. GAG-hez. Na, hát akkor elérkeztünk, srácok, a PS Stream utolsó nyereményéhez, ami nem más, mint, micsoda, srácok, micsoda az utolsó nyeremény, ami eddig nem volt. Neked is egyébként Orgonit, mert csak jövőre fogod megkapni ezt a fülest, jövőre tudjuk csak elintézni, tehát a karácsonyfa alá már neked se kerül be. Egy PS5. Nem. A Returnál is nagyon jó.
A Returnál is bizony. Itt van egyébként a parancs, srácok, hogy miket lehetett nyerni. Ha ráklikkeltek, akkor már láthatjátok is. Na, szóval a Returnál is az utolsó nyeremény így a PS Steambe, a LEGO Steambe még lesz, de a PS Steambe ez az utolsó nyeremény. És akkor én azt mondom, hogy legyen erre is negyed órátok. Hát Orgon Hitman, gratulál még egyszer. G a G-hez. Hajrá, hajrá! Ha nem tudjátok, hogy ott kell nevezni, ott klikkeljetek rá arra a linkre, amit a bot ír, illetve kérdezzetek nyugodtan, hogyha nem értetek valamit. Nyugodtan kérdezzetek, senki nem harapja le a fejeteket. Na, hát akkor nézzük, mit kell itt csinálnunk. Jó, ezt nekem elő kell vennem azt a... Van egy olyan, hogy PSN profil, ugye? Mert ott azt hiszem pont múltkor állítottam valamit, és nem lehet látni a profilomat. Nem ez kell. Igen, azt írja, hogy E-Hunter trófái privátak. Az jó, akkor nem. Na hát akkor viszont úgy kell megcsinálni, hogy... Megnézzük, hogy mi az, ami kell nekünk. Tehát, beállítások. Nem ez kell. De mondjuk talán itt is lehet beállítani. Nyomok egy ilyet. Zsúgy, beállítások. Beállítások megosztása. Hű, akkor ez nem az. Ja, akkor mindegy. Akkor rendezés. Nem ez kell. Nem barátok keresése. Jó, akkor mit is kell nyomni? Igen, megnyomjuk most ezt a gombot. Most a PS streamben szeretnék pedig én neked kukacjántör kellemes ünnepeket. Mosolygós fej. Köszönjük a tartalmakat, mosolygós fej. Mosolygós fej. Hogy kell megnézni a trófákat, srácok? Itt vagyok most a játékban, mit kell itt nyomnom, hogy elmegyek a trófáimhoz? Jézusom, Szemanz, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm az ezres csírt, köszi szépen a támogatásodat. Most a PS Steambe szeretnék, pedig én neked ilyenszer kellemes ünnepeket. Ja, értem, köszi szépen, Szemanz, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat tényleg, és köszönöm, hogy itt voltál egész évben, és jól érezted magad. Ki kell menni a menübe? Igen. Itt kint vagyok. Itt én kint vagyok a menübe. Hosszan kell. Házikó? Jó. Gondolom erre gondoltak. Jó. Megvan, köszönöm szépen, szerintem megtaláltam, hogy mit akartatok mondani. Nyomkövetés indítása. Nyomkövető rendszer. Hát valószínűleg amúgy nem a platinát kéne oda rakni. Kártya oldalsó rögzítése a képernyő széléhez. Tessék, én oda raktam. Jó, hát ott van. Fú, de idegesítő, akkor mégse akarom. Na tehát. Küldj a levegőbe 10 robotot egyetlen pörgő támadással. Jó, oké. Nekem azok kellenek, amik a laborban vannak. Azokat valószínűleg amúgy nem lehet rögzíteni. Üsd meg a PS logót a PS... PS-ket nem... El kell mennem mindig, srácok, egy pillanat.
Ó, itt vagyok, bocsánat, csak nagyon kiszáradt a szám. Nagyon kiszáradt a szám. Köszi szépen amúgy a segítségeteket. Meg köszi szépen a támogatásodat, Szemanz. Illetve örülök, Marci, hogy tetszik a pólóm. Ki nyerte a fülest? Orgonitman. Orgonitman nyerte a fülest, és a Returnerre még mindig tudtak nevezni, még 10 percen keresztül. Szia Purgatory Girl, szia Screw, sziasztok, sziasztok, üdv mindenkinek, skacok. Tehát a PS logót meg kell ütni a PS2-n. Ha tudjátok, srácok, hogy miket kell csinálni, nyugodtan segíthettek. Egy gyakorlatilag be kellett kapcsolni? Hát amúgy járt az achievement érte. 10 perc van, aki is lesz sorsolva? Igen. Jó, menjünk tovább. Üss bele és nézd bele a PSVR lencsébe. Belenézni a PS... aha, igen, nézzük is. Köszi Desmodovi. Téged ismerlek. Azért már, hogy ez volt az Astrónak az előző része. Ez volt az Astrónak az előző része. Azért volt... Csak random ütögettem a tárgyakat, és valamire néha beadott egy achievementet. Egyszerűen érdemes végigütögetni minden, sok minden működik. Ja, már végig ütögettem múltkor. Már végig ütögettem múltkor a lehető legtöbb mindent. De úgy néz ki, hogy nem eléggé, meg nem elég jó helyen. Állj a célzó vezélő csúcsán a PS laborba. Szerintem ez azért nem volt meg eddig, mert ezt a cuccot nemrég gyűjtöttük be. Célzó vezérlő. Hát az nem tudom melyik generáció. A célzó vezérlő az a VR-os. Már mondjuk ez nem biztos, hogy VR-os. Ez az? Ez fent van a magasba. Ja, hogy az az? Mi újság Purgatorygal? Szia, Panna! Az asztalokon levő közül az egyik tárgy hátulján van a régi PS logó. Ó, köszi! Ja, hogy értem! Akkor oda kell mennünk. A messzi-messzi pont. Szia Rizsi, sziasztok, srácok. Na nézzük. Azt mondja, még 5 percetek van a mai PS stream. Hát, igen, tehát a PS eredmények közül az utolsóra még 5 percetek van nevezni. Ami a Returnal. És azt mondtátok, hogy az asztalon van egy régi PS logó. Hát gondolom nem itt.
Spiro, ez a, az ott a Spiro volt, nem? Az egyik tárgy hátulján van a régi PS logó. Az egyik tárgy hátulján. Ezen lesz? Nem. Mindent szét kell ütni, jó? Tetszettek a hula-hop karikáik. Ezek a menü elemek. Az ott a szegból. Hát eddig nem jártunk túl sok sikerrel. Hát nem tudom, hogy hol kell keresni, srácok. Megy a sütés, főzés? Nice, helyes, helyes. Na, srácok, még 3 percig nevezhettek a returnálisra. A plakát? Ó, de jó. Meg lehet nézni mindent. Ó, oh, aha. Ez volt a Sony-nak a régi jele, wow. A PS2-es az már megvan, Tadeusz. Ha minden igaz. És így is meg lehet szerezni a Platinum Trophy, csak el kell lopni az asztalról, igen. Igen, igen. Jó. Sétálj a PlayStation kezdőlap ikonja alatt a PlayStation laborba. PlayStation kezdőlap ikonja alatt. PlayStation kezdőlap ikonja. Aha. Hát itt voltak ilyen ikonok. Our modest fellowship expands. And you? Praise the sub. Srácok, másfél percig lehet nevezni. Másfél percig lehet nevezni. A Returnalra. Ha nem tudjátok, hogy hogy kell, kérdezzetek nyugodtan. Oké. Okay. Ugorj a hűtőforrások végső céljához. Jó, akkor ez később lesz. Ugorj fel 3-szor a régen. Oké. Okay. Keresd menedéket az eső elől. Csinálj egy hatalmas hógolyót. Találd el az összes nyulat nyílveszővel a GPO dzsungel hegy csúcsán. Jó, forog körbe, miközben lősz a gépfegyverrel. Jó, csináljuk a gépfegyveret, aztán a gépfegyvereset, aztán pedig a nyilasat. Gépfegyveres, az itt van. Remélem, hogy jól emlékszem. 20 másodpercig nevezhettek. 20 másodperc.
Na nézzük, srácok. Már nem lehet, jegyeket venni a nyereményjátékra. Nézzük ki a szerencsés nyertes, aki megnyeri a Returnalt a PlayStation Magyarország jó voltából. Adria második. Hoppácska! Hoppácska! Hát mik vannak itt? A Modest Fellowship expands. Praise wow! Illetve közben nagyon-nagyon szépen köszönöm Fadafak a feliratkozás ajándékozásodat. Méghozzá 29-et itt a csatornán. Köszi szépen, hogy ezzel Erari második hónapját, illetve Adria második, köszi szépen neked is a támogatásodat, méghozzá a 17. feliratkozás ajándékozásodat, és köszi, hogy Rönni első hónapját lehetővé tetted. Köszi szépen a támogatásaitokat, illetve gratula a nyereményedhez, neked is majd küldeni fogom a kódot. Tehát akkor Returnál is Adria másodiknak. Hát nagyon-nagyon szépen. Köszönöm, srácok, mindenkinek, aki részt vett itt a nyereményjátékokba. Aki most nem nyert, ne keseredjen el. Délután a LEGO stream alatt Batman-es játékokat lehet nyerni. Részletek a felkiáltó el nyereményjáték parancs alatt. SSD. És hát köszönöm szépen a PlayStation Magyarországnak ezt a nagy lelkű hozzájárulást. Hogy itt nyerhettetek, srácok. Innen is kellemes ünnepeket kíván nektek a PlayStation Magyarország, srácok. Elvileg most ezt kell csinálnom. Nem jól csinálom? Ezek szerint nem jól csinálom. Azt mondta, hogy forogj körbe. Csináljuk lassan. Gyorsabban kell? Ez a max. Ja, akkor másik irányba. Ja, értem. Tehát pörgünk, és akkor lövünk. Oké, oké, megvan. Megvan. A nyílet azt itt fogjuk megkapni, azt hiszem. Teljesen egyszerre akartuk adni az ajándékot, de hát a Twitch közbe szólt. Köszi szépen nektek is Adria a második. Köszi szépen Miki a 200-as Yeesh bugizós csírt. Köszönöm az egész éves élvezetes streameket. Kellemes ünnepeket mindenkinek kisebb, mint 3 jeje. Rossz helyre jöttem. Köszi szépen Miki a 200-as bugizós ícsírt, illetve neked is nagyon szépen köszönöm Krisz Alantanázi a 250-es szívecskés síredet. Köszönöm az egész éves élvezetes streameket, kellemes ünnepeket mindenkinek. Nektek is, rácok, és köszi szépen Krisz Alantanázi a támogatásodat. Remélem jófele megyek amúgy. Bár amúgy nem megyünk jófele. GPO dzsungel, raytrace romok. Szerintem oda kell mennünk. Fel fogom majd ismerni. Aha, ez lesz az. Bárhogy itt hogy fogunk nyulakat lelőni, meglőni, nem tudom. Nyulakat kell lelőnünk. Speedrun. Kellemes ünnepeket, meg mi egymást. Meg mi egymást. Avid is húg. Egy videósnak az ölelését küldi nekünk, Asdelár. Köszi szépen, Asdelár, a 100-as szívecskés csírt.
Köszi szépen a támogatásodat. Adjátok néki. Adjátok néki. Köszi szépen, Prózi, a bugizós ícsírt. Köszi a támogatás néked is. Azt mellé. Nagyon jó. És most még egyszer le fogjuk győzni a... Ebben nyulakat kell lőnöm egy csúcson. A csúcs az meg ott van, gondolom én. GPU. Itt repülnek a nyulak? Amolyan? Na várjál, akkor a nyulak azok... Az nem. Nyulak. Itt repülnek valahol nyulak. Ott repülnek a nyulak. Nem menj tovább. Itt repülnek nyulak. Mi egymás lódi? Nincsenek nyulak. Jap, köszi szépen a mi egymást. Köszi szépen a 100-as sírt neked is. Ne! Most először talált el engem ez a boss így harmadjára. Basszus. Szóval Just Rhymes. Üdv mindenkinek, skacok. Igen, Rizsi, gyakorlunk a Games Done Quick-re. Hú, nagyon marcos. Hát noob voltam, srácok. Nem tudtam ellőni. Ne sokat folytál, nagyon látszik az arcodon. Köszi szépen, Just Rhymes. Jövőre majd megtolom egy kicsit jobban. Mármint, hogy újra. Orgonit menne. Köszi szépen a támogatásodat. Köszi szépen a második hónapot. Srácok, peregjenek a szvegek. Neki mélyétek a csetet. Wow! Nice! Köszi szépen a 300-as sírt. Ja, hogy hájfonat van közben. Boldog karit oda is, srácok. Nyulak valamelyik havas pályán voltak a helycsúcson, ha emlékeim nem csalnak. Akkor lehet, hogy rossz helyen vagyunk, Kriszalantanázia. Igazad van. Gazdag karácsonyt, a boldogság csak hormonzavar. Abszolút igazad van, itt már majom lesz. Na várj, elolvassuk még egyszer, hogy mit ír itt nekünk. Opecska, leállítottam a chatet. Ledörtél órát, köszi szépen a 100-as sírt, köszi szépen a támogatás néked is. A boldogság csak hormonzavar, azt mondod? Itt van elvileg az alján. A GPO dzsungel hegy csúcsán. A modest fellowship expands. Akkor... Praise the sub. Jó hely, csak... Csak föl kell mennünk. Daniel Fate, köszi szépen a támogatásodat, hogy a Frozen-től kapott ajándékodat Biramatnak továbbadtad. Köszi szépen. Köszi szépen a támogatásodat.
És köszi mindenkinek egyébként a hype-onatban való részvételt, srácok. Köszi, ja. A támogatás mindenkinek. Jó, ez nagyon rossz. Mármint, hogy... viccesen nézhetek ki, úgy értettem. Jobbra kell menni, most látom. Ne, hát lelőknek. Jó. Nehéz volt megszokni az új PS kontrollert. Our modest fellowship expands. Raise the sun. Megszokni, hát nem tudom. Így olyan, mint egy, olyan, mint a duások. Egy picit nagyobb talán, de hogy így... nem, semmi extra nem volt. Hát igen, oda mondjuk mehetünk volna. Ne! Greedy voltam. Megint greedy voltam. És le is estünk. És le is estünk teljesen. Vissza. Nagyon jó. Oké. Na, fent vagyunk a csúcson. És az a feladatunk, hogy mindegyik nyuszit meg kell lőni. És ez pont a nyíl, jó. Nyuszi, nyuszi, hopp, hopp. Yes. Egy már meg is van. Még egy nyuszi. Ne menekülj. Még egy nyuszi, három nyuszi megvan. Ó, ez a journey, a minden igaz. Journey. És kell mi... ja, a csúcson vannak a nyúszik. Ne, ne, el fog menni. Nyúszikák, gyertek csak ki. Ott van. Gyertek, gyertek. Cic, cic. Ennyi volt? Lehet, hogy ennyi nyuszi volt ott fönt. Még itt is vannak. Még ott integetnek is. Ott is van. Jól csinálod, fiú! Hú, aztán a Hoember és Koris Challenge is itt lesz. Komolyan? Na, mindjárt megnézzük. Jézusom, srácok! Na, szóval, köszi szépen... bíramat, köszi szépen, hogy tovább továbbadtad a Daniel Fate-től kapott ajándékodat. Méghozzá Dart Higi számára. Köszi szépen, hogy ezzel az első napját lehetővé tetted, valamint... Hurikeny! Our modest fellowship expands. Praise the sun. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, méghozzá az ötös feliratkozás
ajándékozásra. A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Köszi szépen, hogy Master Jim negyedik, Atemil harmadik, Kukori második, Manu és Haxor első napját. A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Lehetővé tetted ezzel. Köszi szépen, Burikány. Remélem, hogy jól mondom egyébként a neved. Srácok, peregjenek azok a bizonyos szvegek, ne kiméljétek a csetet. Csak nyugodtan, csak nyugodtan. Most szabad spamelni. Most szabad spamelni. Oké, Orgonit mennek, szerintem nem szvegeltem, és Adriéknak sem, meg Vadafaknak sem. Na jó, hát akkor kántálásokat is kell nyomni. Kántálás. Vadafaknak. Egy jó vadafakos kántálás következik, srácok. Aztán pedig Adria másodikos, és akkor szépen bepótoljuk itt a dolgokat. Na, tehát nézzük csak, achievementek. Mert sok ajándékot kaptam a közösségtől, szóval ideje volt visszaadni egy kicsit. Ne viccelj. Köszi szépen. Boldog karácsonyt, így van, srácok. Na már csak 9 achievement hiányzik, de szerintem ezt ma már nem fogjuk megcsinálni. Csinálj egy hatalmas hógolyót. Keresd menedéket az eső elől a memória mezőn. Ugorj fel 3-szor égen, pörgő támadás közben. Uh-huh. Ez lesz az, ami. Ja, jégen. Akkor valószínűleg ez nem az. Tehát ahhoz a jég kell. Oké. Okay. Szia Kikonex, üdv mindenkinek, srácok. Jég. A jég az ez lehet. Remélem, hogy jól értettem. Jó, azt hittem, hogy ezzel könnyebb lesz majd bemenni a jókba. De nem. Twisting Metal. Na most már akkor ez is megvan, srácok. Jók vagyunk nagyon. 90%-a az achievementeknek megvan. Puh. Akkor csinálj egy hatalmas hógolyót. Hógolyót hol lehet csinálni? Bal oldalt hátul lesz a hógolyó. Oké. Okay. Ú, nagyon, nagyon kényelmes itt a csúszás. Nehogy leesd nekem. A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Jézusom, srácok. Sikerült, ez is megvan. A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Indult közben egy újabb kántálás Adria másodiknak, és közben nagyon szépen köszönöm, Kónaja, ismételten a támogatásodat, méghozzá a 0-0-ás Kónaja. Köszi szépen a 10 feliratkozás ajándékozásodat. A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Hát először is köszi szépen, hogy Unorb első évét toldik harmadik hónapját. A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Depression és Rucok a második hónapját, valamint nemzeti aranyfarkas Mediocre Gergő. A Modest Fellowship expands.
Csaba, Gudi, Gudir és Nélin első napját megvalósítottad ezzel. Köszi szépen! Hát srácok! A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Ezért nincs pihenés a szvegelést illetően, és hát nagyon-nagyon szépen köszönöm srácok a támogatásaitokat. A Modest Fellowship expands. Praise the sub. A kántárás közben indult egyébként a orgonit mennek. A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Aztán mindjárt indul egyébként Daniel Fate-nek és Biramatnak is, aztán Biramatnak és Darth Higgy-nek is indulni fog. A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Megvan a nagy hógolyón közben. Szia Mókás, üdv mindenkinek, skacok! Na. Akkor keresd menedéket az eső elől a memória mezőn. És van még egy, ami ugorja hűtőforrások végső céljához közeli szökőkútba. Hűtőforrások, oké. Akkor oda át kell mennünk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, Konaja. Regnek a szvegek, Biramatnak és Darth Higgy-nek is közben. Ez most... Igen, ez a vége. Ez határozottan a vége. Így van. Így van, kellemes ünnepeket, srácok. Előre is mindenkinek. Ne! Na közben akkor pergetünk. Igen, ez nagyon szép volt, csak pergetünk Burikánynek. Ott is van, az ötös feliratkozás ajándékozásnak, illetve Konajának is mindjárt. Nagyon jól csináljátok, srácok. Ne, és én meg nagyon rosszul csinálom. És mellé ugrottam már megint. Nye, azt mondja. Szia, Zoli! Nagyon jó. Tehát a szökőkútba kell ugrani, azt mondják. Tehát itt elszúrtam az ugrást, úgyhogy ki kell, hogy törjem a fölöttem levő részt. Jó. És most jobbra. Szökőkút. Azt mondták, szökőkútba kell ugrani. Erre már jártunk egyébként ma. A
Már speedrun szinten megy ez a... Hát látod. Szökőkút. Ez. Oké. Okay. Hát én itt mindent megnéztem ezen a részen, de hát erre nem gondoltam volna. Erre nem gondoltam volna. Tényleg amúgy, igen. Returnal ki lehet sorsolva, Adria másodiké. Oké. Jó. Na nézzük. Mi az, ami még nincs meg? Ja, itt van. Keres menedéket az eső elől a memória mezőn. Itt hova kell menni? De azt értem, hogy memória mező, és itt van azt hiszem eső is, de hogy a menedék az abban jóattán segítettek majd, hogy hova kell menni. Meg az összes többinél is. Az első ez egy kicsit később van, szóval előrébb megyünk. Ez busz megálló. Aha. Lassan elkezd esni. Ma hogy lehet játszani a játékokkal? Hát, suttogni kell a IHTR botra, felkiáltani egy parancsot. Majd a LEGO stream alatt. Oh yeah, oh yeah. A busz megállót kell keresni. Én még nem látom a busz megállót. Na nézzük, és nem is ott fönt van. Az gond. Na, srácok, készen álltok egy kántálásra? Konajának kell kántálni egyet, meg az új és visszatérő vadászoknak. Ha a füves terület, ott kell lenned. Ó. Oh. Akkor nem jó helyen vagyok ezek szerint? Akkor hova menjek? Füves. Füves terület. Ja, látom. A szeles kapu? Ide kell jönnöm? Ez az? Oké, és köszi. Eső elől. Elbújni. Busz megálló. Én ott látok valamit a távolban. Jézus. Nagyon fúj, nagyon fúj. Nem, akkor ez pörgős. Azt hittem, hogy fújni kell. Oh yeah. Oh yeah. És agyon nyomtak, kilapítottak. Csá. Eső elől menedék. Busz megálló. Ja, vélem a vámpírról. Hát látom. Mármint a game-ről.
Nem tudom. Én nem játszottam vele. Köszi szépen, Dodóka, neked is kellemes karácsonyt. Találkozunk jövőre, hogyha ma már nem leszel. Felkelt a játékok, azokkal a játékokkal játszottam, amik ott vannak azon a listán. Oh yeah, oh yeah. Na hát 94%-ig jutottunk. Még 5 achievement kellene. Hát itt meg nem tudom, hogy mi kell. Tegyél róla, hogy a CPU chip és az üveggömb összeütközzenek a levegőbe küldve ezzel legalább 10 robotot. Illetve a gyorsasági futam teljes ideje legyen 7 perc vagy kevesebb. Ilyeneket kell még csinálni, úgyhogy... Hát srácok, ez a platinum, ez nem most lesz meg, úgyhogy én azt mondom nektek, hogy jó? Jó? Ennyi. Eddig jutottunk ma az Astróba. Hát azért elég szépen megnyomtuk. Szerintem a jövő év első játéka lesz, ami majd megkapja a platinumot. Azért már nincs sok hátra. Még egy stream lesz az Astróból, hogy kiplatinázzuk, mit szóltok. Lehet szerződnöm kellene a Sonyhoz dalszövegírónak, mert ez nekem is benne. Oh yeah. Mi a véleményem egy olyan játékról, amivel nem játszottam, csak hallásból ismerem? Hát arra nem nagyon lehet mondani semmit. Vámpíros. RPG-k jók lehetnek. Ez lesz a legelső platinum? Nem. A legelső platinumomat a Ghost of Tsushima kapta. Kivenném privátból a profilomat, mert véletlen privátba raktam, akkor meg tudnátok nézni. Majd meg fogom csinálni, srácok, és akkor meg tudjátok nézni a trófáimat. Na hát, srácok! Ennyi lett volna már az Astró, remélem tetszett nektek. Sajnos a returnálisra nem jutott idő.